Bár egy szabad strandon sok minden előfordulhat, de azok a gyanútlan fürdőzők, akik 2015. július 12-én vasárnap délután a Baracs kisapostagi Dunaparton pihentek, azt láthatták, hogy a kisapostagi nőegylet kék festő szoknyát viselő tagjai és még körülbelül 20 fő gyülekezik a parton, természetesen nem véletlenül. A nagyugrás 2015, ugorjunk a vízbe az élő folyókért címmel meghirdetett közös csobbanás keretében az ország 15 településén, köztük Kisapostagon is sokan ugrottak a Dunába, hogy felhívják a figyelmet az egészséges folyóvizek fontosságára. Az akciót a WWF, a World Wide Fund for Nature, magyarul természetvédelmi világalap, a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete, Európa szerte 28 országban több mint 400, Magyarországon pedig 15 településen rendezte meg. A kisapostagi akciót a Salbert Kisapostag település fejlesztéséért alapítvány kuratóriumi elnöke szervezte. A WWF hirdette meg ezelőtt 10 évvel az európai folyók, illetve a világ folyóinak a tisztasága érdekében ezt az akciót, akkor is nagy sikerrel, és azóta is folyamatosan minden évben megismétlődik. A Duna Település Szövetség képviseletében vettük fel a kapcsolatot még a WWF-fel, egyéb programoknak a szervezésére is, és így találkozott a két gondolat, hogy vegyünk részt benne, aztán végül is, lévén, hogy kisapostagi vagyok, így a mi neveztünk. És hogy hogyan kerül egy tucat kék festőszoknyás asszonyság a Dunapartra? Népdakor mindenféle kisapostagot érintő kezdeményezéshez csatlakozik, és miután István a nagyon jó a kapcsolatunk, és a Salbert Alapítványnak én is részese vagyok, ennél fogva aztán úgy döntött a nőegyletnek a dalköre, hogy egy kis mókás műsor keretébe ugrunk, illetve sétálunk mi is a Dunába. A műsorban a hölgyek megúsztatják a Magyarországra jellemző kékfestőszoknyájukat, a Által mennék én a Dunán című dalnak az eléneklésének a keretében. Köszönöm. És bevezetik a csapatot a nagyugráshoz. Mennék én a Dunán ladikon, ladikon, de ladikon. Nyugodtan megengedem.